Gyakrabban lehet szükségünk olyan oszlopdiagramra, ahol nem csak egy változó, hanem kettő változó szerinti bontást jelenítünk meg. Tehát ebben az esetben például látjuk a családi állapotot, családi állapot változóban a gyakoriság adatokat, de külön oszlopon jelenítve van a férfi és női adatokat. Az ilyenfajta elrendezést clustered elrendezésnek szoktuk nevezni, lehet látni, hogy ugye az egyedülállón belül is megjelenik egy férfi és egy nő, párkapcsolaton belül is egy férfi nő, házason belül is férfi nő, és özvegyen belül is egy férfi és egy nő. Tehát össze vannak csoportosítva egy kategórián belül a másik változónak a csoportjai. Ezt a következő helyen éritek el. Ugyanúgy bemegyünk a Graphs, Legacy Dialogues bar chartba, de most a Simple bar chart helyett Clustered-et fogunk választani. Továbbra is Summaries for Groups of Cases-t fogunk választani, hiszen továbbra is egy adott változón belüli csoportokhoz szeretnénk valamilyen leíró statisztikát, jelen esetben a gyakoriságot megjeleníteni, tehát a családi állapot változón belüli kategóriákhoz szeretnénk külön a gyakoriságot látni, még a Summaries for Separate Variables-t akkor használnánk, hogyha több változót, például BSC1-től 8-ig szeretnénk az oszlopokon valamilyen statisztikájukat megjeleníteni. Tehát clustered és summaries for groups of cases. Define. Ez gyakorlatilag ugyanaz a menüpont, amivel az előbb is találkoztunk, és betesszük ugyanúgy a családi állapotot a category axis-re, és most betesszük azt a változót, ami szerint a színezést szeretnénk csinálni, azaz a nemi változót a Define Clusters By-ba. Beállítása továbbra is gyakoriság adatokat fogunk megjeleníteni, és az opciókon belül ugye be lehetne állítani azt, hogy a hiányzó értékek megjelenjenek, de hiányzó értékeink továbbra is nincsenek, úgyhogy erre most nincsen szükségünk, illetve az error bárra sincsen szükségünk, hiszen az Y-tengelyen gyakoriság adatok szerepelnek, amik konkrét adatok, ezekhez nem lehet egyfajta becslési pontatlanságot hozzárendelni, hanem ha a mintában 9 férfi volt egyedülálló, akkor 9 volt, ennek nincs becslési pontatlansága. Tehát itt most továbbra sem kell semmit beixelni. Rákattintunk a continue-ra, és akkor rákattinthatunk a past-re, bekerül a szintaxba, és akkor lehet látni az előzőhöz képest annyi változott, hogy egyrészről az oszlop diagram most már nem simple, hanem csoportosított, clustered elrendezéssel fog megjelenítésre kerülni. És akkor azt, hogy mi alapján szeretnénk a csoportosítást megjeleníteni, azt pedig a következőképpen lehet megjeleníteni. Ugye count, az előzőben is count volt, azaz gyakoriság, by család, tehát család szerinti osztásban, by nem szerinti osztásban. Hogyha szeretném megváltoztatni, és szeretném azt, hogy gyakorlatilag meg is csinálhatjuk, hogy az X-tengelyen a nem szerint csoportosuljanak, és a színezés történjen a családi állapot szerint, akkor nem kell más csinálnom, mint ezt a kettőt fel kell cserélnem. És akkor most az X-tengelyen lennének nem szerint, és színezve lennének a családi állapot szerinti osztásban. Mind a kettőt kijelölöm, és akkor futtatom. És akkor itt van ugye ez az eredeti, ez az, ami by család, X-tengely alapján család, és színezés történik a nemi adatok alapján, és akkor így néznek ki egyébként, hogyha a nemi adatok szerint lenne az X-tengelyen szétválogatva, lennének az adatok szétválogatva, és a családi állapot szerint lenne a színezés. Na nézzük, hogyan lehet egy ilyen grafikont szerkeszteni. Kétszer rákattintok, gyakorlatilag a szerkesztés menete az megegyezik az előzővel, úgyhogy nagyon gyorsan fogunk csak végig menni rajta. Beállítom a megfelelő méretet, a 7 magas az egy kicsit sok volt az előbb, úgyhogy ezt inkább leveszem 6-ra most, és akkor mondjuk egy 14-es szélességet engedek meg neki. Oké, aztán leveszem a hátteret, fill and borderben átlátszóra állítom a hátteret és a keretet is.
aztán színezek, érdemes olyan színt választani, amelyik intuitív, tehát mondjuk a férfiakat kékre, a nőket pedig pirosra színezni, illetve olyan színt választatok, ami fekete-fehérben is jól mutat. Ugye kétszer rákattintottam, akkor most az összes oszlop van kijelölve, majd pedig még egyszer rákattintok, akkor most már csak az összes női oszlop van kijelölve, ha még egyszer rákattintanék, akkor pedig már csak az egyedülállón belül egyetlen női oszlop lenne kijelölve. Ha szeretnék megint visszajutni az összesre, akkor valahova félre kattintok, és akkor kezdhetem újra az egészet, tehát most az összes oszlop, és most csak a női oszlopok kerültek kijelölésre. Bemegyek a Fill and Borderbe, rákattintok a piros színre, és akkor most már szép piros színnel vannak kijelölve. Esetleg érdemes egy halványabb pirost keresni, hogy fekete-fehérben is jól elkülönüljön, vagy a férfiaknak egy sötétebb kéket adunk. Érdemes az elején kiválogatni azt, hogy milyen színekkel lesznek a különböző grafikonokon a különböző csoportok megjelenítve, és az egész grafikonon ugyanazzal a színsémával végigmenni. Tehát, hogyha én most kiválasztom ezt a sötétkéket a férfiakhoz és a pirosat a nőkhöz, akkor végig érdemes ezt használni.